Sziasztok! A mai videóban egy kis utazásra invitálnánk titeket, mely során ellátogatunk Olaszországba, ahol nem sokára egy igazi turista látványosság fog a felszínre kerülni. A címből már kitalálhattátok, hogy mi is ez pontosan, de mielőtt belemennénk a részletekbe, a segítségeteket szeretnénk kérni. Írjátok meg kommentben, hogy milyen témájú videót szeretnétek látni a jövőben a csatornán. Vessetek egy pillantást a többiek ötleteire is, amelyik tetszik, azt lájkoljátok, és így a legjobb ötletekből, amennyiben azok megvalósíthatóak, videót készítünk nektek. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! A Fabbriche di Carreggine egy gyönyörű olasz falunak számított már a középkorban is, egészen 1946-ig, amikor a Lago di Vai nevezetű mesterséges tó elárasztotta azt. A falut egyébként olasz kovácsmesterek alapították még a 13. században. Akkor került víz alá, amikor a 40-es években a falu közelében gátat építettek, és vele együtt a már említett Vai tavat. A Fabbriche di Carreggine azóta csupán négyszer került a felszínre, amikor a gáttal kapcsolatos felújítási munkálatok szükségessé tették a tó vízszintjének leeresztését. Utoljára 1994-ben volt erre példa, akkor a turisták elárasztották a víz fogságából ideiglenesen felszabaduló falut. Az ekkor készült képek arról árulkodnak, hogy az épületek falai épek maradtak, sőt még a Szent Theodor nevű templom is nagyjából megőrizte régi alakját. Biztos források szerint jövőre újra látogatható lesz a falu, az újabb karbantartási munkálatoknak köszönhetően. Nem ez az egyetlen település egyébként, amely idővel a víz alá került, a leghíresebb vízvárosok közül nézzünk most egyet. A jamaikai Port Royal fénykorában a Karib-térség kereskedelmi központja volt, ám 1692-ben egy hatalmas erősségű földrengés következtében a víz alá került, talán örökre. Napjainkban a vízszint emelkedése talán minden eddiginél nagyobb veszéllyel fenyeget, a globális felmelegedés következtében egyre több jéghegy olvad el, ez pedig egyenes út az óceánok vízszintjének növekedéséhez. Ez számos városra már a közeljövőben hatalmas veszélyt fog jelenteni, gondoljunk itt akár Miamira, de még annál is hamarabb Velencére. Tudósok szerint utóbbi akár már a következő néhány évtizedben víz alá kerülhet. Reméljük nem így lesz, hát ha kitalálnak addig valamit. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!